Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016 novemberi adásában. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, mellettem foglal helyet állandó műsorvezetőtársam, a szakmai műsorvezető Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Adásunkban tudósítani szoktunk a megye is, a régió is, az ország legfontosabb sakk eseményeiről. Nos, bőven van termés. Október hónapban, legutóbbi adásunk óta nagy üzem történt a megye sakk életében. Beindult a megyei csapatbajnokság, beindult az NB2, további két forduló lebonyolítására került sor, illetőleg egy országos vonatkozású versenyről is be kell, hogy számoljak. Hát vegyük emelkedő színvonalban. Kezdjük a megyei csapatbajnoksággal. Szabolcs-Szatmár Bereg megye sakkszövetsége idén is kiírta a megyei csapatbajnokságot, ezúttal 9 csapat nevezett, és 9 csapat vesz részt a bajnoki cím eldöntésének a versenyében. Az első forduló lebonyolítására került sor. Mivel 9 csapat van, ezért egy csapat, jelen esetben a nyíregyházi sakkiskola az első fordulóban nem játszott, így ő egyelőre még 0 ponttal áll a tabella legvégén, míg 8 csapat szikrázó küzdelmeket vívott egymással. A tavalyi évben a bajnok a Piremon első csapata volt, a második helyre futott be a Dávid SC kisebb meglepetésre, harmadik helyen pedig a Kisvárda végzett. Nos, a papírformák részben megtartást nyertek, részben pedig kissé felborultak. Az első fordulóban a Nagyhalász csapata fogadta a Kisvárda csapatát, a Nagyhalász csapata, hát, ha jól emlékszem, két fő kivételével a nagyhalászi csuhant a baptista általános iskola tanulóiból áll, tehát erősen fiatal általános iskolásokból álló csapat igyekezett kitartani a kisvárdaiakat, szerény sikerrel, 9-1-re győzött a Kisvárda, a partik több pontra jogosították a nagyhalász vezetőit, azonban a gyerekek két jól álló partit is vesztésre tudtak rontani, ezért megérdemelt nagy sikert aratott a Kisvárda is. Egyelőre 9 ponttal vezeti a tabellát. A tavalyi ezüstérmes és aranyérmes mérkőzött meg egymással, a Dávid SC otthon fogadta a Piremon csapatát. A papírforma Piremon győzelmet ígért, de nem ilyen arányút. A Piremon ezúttal is bizonyította, hogy miért a legerősebb csapata a megyei csapatbajnokságban, 8,5-1,5 arányban szinte letarolta a Dávid SC játékosait, és ezzel második helyen áll a tabellán. A későbbi fordulóknak lesz a tárgya, hogy bizonyítást nyerjen, hogy a Kisvárda, vagy pedig a nyíregyházi Piremon SE sakkozói lesznek várhatóan a megyei bajnokok a 16-17-es csapatévben. Viszonylag gyengébb megyei csapat volt a vajai második Rákóczi Ferenc SE, erre az évre azonban jelentősen erősített, igazolt a Nagyhalászból és igazolt más megyéből, Hajdú megyéből is, ez szép sikert hozott a megerősödött vajai csapatnak, ugyanis a Nyírbátor stabil és viszonylag állandó létszámú ugyanazon játékosokból álló csapatát 7-3 arányban tudta legyőzni. Az NB2-es múlttal rendelkező Balkány otthonában fogadta a fehérgyarmati csapatot. A fehérgyarmat kisebb mértékben tartalékos volt, így eldöntetlenül ért véget a küzdelem, 5-5-re végeztek egymással a csapatok. A megyei csapatbajnokság második fordulójára december 4-én fog sor kerülni, a második forduló küzdelmeiről természetesen további adásainkban fogunk tudósítani. Az imént említettem, hogy a megyei csapatbajnokságban milyen sok fiatal általános iskolás gyerek játszik. Hát a megyénk sakk életében az idősebb sakkozók is részt vesznek. Egy szép országos vonatkozású sikerről kell, hogy beszámoljak. A Magyar Sakkszövetség termeiben 10. alkalommal rendezték meg a nyugdíjasok bajnokságát, egy nyugdíjas alapítvány rendezésében és szervezésében. A verseny egyéni verseny is volt, és csapatverseny is. Ezt úgy kellett elképzelni, hogy a sakkozók megküzdöttek egymással a svájci rendszeri szisztémában, ugyanakkor egy-egy település 4 sakkozója alkotott egy csapatot, és a verseny végén összeadták, hogy az egyes csapatnak a
játékosai az egyes versenyben hány pontot értek el, és az összesített pontszám adta a kérdéses csapatnak a végső helyezését megalapozó pontszámot. Az Abbának volt egy száma 70-es évek zenekarának, The Winner Takes It All, hát a győztes mindent visz, ez történt megyénk csapatával, a nyíregyházi Sóstó és Sóstóhegy nyugdíjas csapata mindent vitt. A nyíregyházi csapat a következő játékosokból állt, Benicsák János nyugdíjas tanár úr, Trembác László, akiről szintén nem egyszer megemlékeztünk már műsorunkban, mint a megye egyik legeredményesebb sakkoktatójáról, sakkmesteréről. A harmadik játékos volt Szilágyi Sándor, aki szintén évtizedek óta megyénk sakkéletének egyik közismert és erős sakkozója, negyedik táblán pedig egy nyugdíjas préprofesszor, dr. Horváth László játszott. Tartalékként magukkal vitték még Dudás László urat is, akinek a bevetésére nem került sor, ezért, mint erős játékost, kölcsön kérte és kölcsön kapta a Heves megyei csapat, hogy erősítse őket, és ez nem csupán udvariassági kifejezés volt, Dudás mester valóban erősítette a Heves megyei csapatot. Na de mi lett a végső sorrend? Mint említettem, megyei siker. A Nyíregyháza Sóstó-Sóstóhegy nyugdíjas csapata megnyerte a csapatversenyt is, 21 pontot szerzett, a második helyen a Richter-Lombik csapata végzett 18 ponttal, a harmadik helyen a Balaton-Fenyvesi csapat 18 ponttal, őket Rázsics Géza vezette. Rázsics úr a megyékben is szokott sakkozni, bizonyos családi szálak ide is kötik és ide is hívják őt. Egyéniben pedig, kérem szépen, 7 fordulós volt a verseny, 15 perces gondolkodás idejű. A 7 partiból Benicsák János egyszerűen állva hagyta a mezőnyt, a 7 fordulóban csupán egyetlen döntetlent engedélyezett az ellenfeleknek, 6,5 ponttal magabiztosan megnyerte a versenyt. Nem ő volt a legmagasabb értékszámú, legmagasabban rangjelzett játékos, de hát attól, hogy valaki a 70-es évei közepén jár, attól ő még idős, de nem vén sakkozó, János fiatalabb éveire emlékeztető játékkal szinte szétverte, leigazolta a mezőnyt. Természetesen szép eredményt ért el Szilágyi mester, jól játszott Trembác úr is, és Horváth doktor is. 4 őjük összesített eredménye adta a csapatnak a bajnoki címét, az egyéni bajnok pedig, mint említettem, Benicsák János tanár úr volt. Csapatversenyről lévén szó, folytatnám a tudósításunkat. A legutóbbi adásunk óta lebonyolították az MB2 küzdelmeiben a második és a harmadik fordulót. A második fordulóban a csapataink elvéreztek. A tiszavasvári csapata a rendkívül erős hajdúszoboszlói csapattal mérkőzött meg, és tiszavasvári igen szépen helytált, 5,5-6,5-re, tehát minimális arányban szenvedett csupán vereséget a hajdúszoboszló csapatától, ami a papírformától kissé jobb eredmény. A nyíregyházi sakkiskola óriási vereséget szenvedett a miskolci csapattól, a nyíregyházi csapat rendkívül meglehetősen tartalékosan utazott el Miskolcra, a miskolci csapat pedig szinte teljes összeállításban szállt szembe mi velünk. Minden táblán volt egy pár száz értékszám különbség, volt ahol 300-400, a csapat elején különösebb értékszám különbség nem volt. Csupán 5 döntetlen tudott fogni a csapat, 9,5-2,5-re kapott ki a miskolci csapattól a nyíregyházi sakkiskola. Én azt hiszem, hogy ennek vannak bizonyos szakmai és egyéb szervezési, pénzügyi vonatkozásai is. Ejthetnénk egy pár szót az MVS-i Miskolc csapatáról. Péter, te mint részben Borsod megyei játékos is, nyilván több ismerettel rendelkezel arról, hogy mi folyik Miskolcon, hogyan történik a sakkéletnek a szervezése, és minek köszönhető, hogy a miskolci kisbocsok csapata ilyen erős játékosokból áll, ilyen sok ifjúsági válogatottat tud kinevelni és szerepeltetni. Egyáltalán milyen ott a sakkélet abban a klubban? Én úgy tudom, hogy az MVS-i Miskolc Város Sportintézetét jelenti, ennek az intézetnek van több szakosztálya, többek között a sakkszakosztály is. Hát igen, tehát azt kell, hogy mondjam, elég régóta elkezdődött ott a sakkoktatás gyerekekkel.
ugye Vancák Attila, aki a csapatnak az intézője és az edzője. Tehát ő már annó, amikor én kezdtem sakkozni, már akkor is sakkedzősködött. Én nála kezdtem a pályafutásomat, hogy így fogalmazzam. És hát azóta is kézben tartja. Egy időben volt, amikor egy picit visszavonult Attila, de hát szerencsére visszajött, és a miskolci fiatalokat tudja tovább pallírozni, és hát már korcsoportos válogatott játékosokat is nevelt ki, ami még a munkáját egy picit segíti, ahogy fogalmaztad, az ugye az MVSI, tehát ugye a sportiskola rendszerébe bekerült a sakk, és Attilát, mint ugye sakkedzőt tudják foglalkoztatni, és ez nagyon nagy előny mind a miskolci gyerekeknek, mind a miskolci kisbocsoknak. A másik, ami egy picit, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ugye a Diósgyőr az utóbbi időben megerősödött, ők is beszálltak. Főként az NB-s csapat szponzorálását végzik, de ők is iskolai sakkoktatást is támogatnak, és emellett ugye a gyerek oktatás is a profiljuk. Úgyhogy nagyon nagy a konkurencia kettőjük között, és emiatt is nagyon-nagyon erős és jó a sakkoktatás. Nem csak Miskolcon, igazából Borsod megyében, ugye Edelén, Sajó-Szentpéter, Kazincbarcika, tehát mind olyan város, ahol felmérték azt, hogy a sakk oktatásban, a gyerekek oktatásában nagyon nagy lehetőség van, és ugye ezeket a gyerekeket folyamatosan építik be a csapatukba is. Ugye ennek a legjobb példája ugye a kisbocsok, ahol rendszerint 6-7 gyerek játszik, van, amikor még több is, és nagyon erősek, tehát itt a csapat közepét és a végét, tehát olyan játékosok alkotják, akik korcsoportjukban országos bajnokok, ugye világversenyen, korcsoportos Európa-bajnokságon, világbajnokságon is játszottak már. És ha jól emlékszem, ellenünk 8 ifjúsági játszott. Akkor ez még több játékos, és néha szokott még több játszani. NB1B-ben is játszottak, ugye egy osztálya feljebb, ott épp hogy kiestek, gyakorlatilag az utolsó fordulóba kaptak ki annyira, hogy kiestek, addig egyszer sem álltak kiesésre az NB1B-ben. Ugye tavaly már NB2-ben játszottak, ugye idén is. Én úgy gondolom, hogy az egyik legerősebb csapat az a miskolci csapat. Az elejét nagyon úgy mondom, hogy hát nem is megerősítették, de az megtartja a többieket. Az egy picit talán gyengébb a többi csapathoz képest, de a közepe és a vége az viszont minden egyes csapatnál erősebb. Tehát hát ahol a csapat végén is még női fidemester játszik, az nem lehet egy gyenge csapat. Minek köszönhető ez még, pusztán Attila önzetlen sakkszeretetének és szervező oktató tevékenységének, vagy pedig a város is nagyobb erővel szállt be a szükséges gazdasági fedezet biztosításába? Ugye rendszerint találkozunk az országos versenyeken. Mindenképp az egy nagyon nagy előny, hogy ugye egy sportállást tudnak biztosítani, egy edzői állást ugye a Vancák Attilának. A tudomásom szerint Szabolcs megyében ilyen még nem volt. Hát igen, ez egy... talán ugye ezért is vagyunk lemaradva. Azt mondom, hogy nagyon-nagyon, tehát ugye Borsod megyétől, azt mondom, hogy 15-20 év előnyük van Szabolcs megyéhez képest, de hát, hogy ugye fogalmazzak, tehát nem csak ugye Miskolcon van, tehát a megye több városában is, ahogy fogalmaztam, van oktatás, ugye nagyon nagy oktatás és centrum van Edelényben, ahol ők is egyértelműen a gyerekek oktatására fektetik a legnagyobb hangsúlyt, és az ő csapatukban is egyre több ifjúsági játékos játszik. De visszatérve ugye a kisbocsokra, a városi ugye sportiskola mellett az országos bajnokságaikat is sokszor támogatja, és ugye
a gyerekeknek, és nem csak a kisbocsoknak, ugye ez nem kerül ilyen horribilis összegbe, hanem egész egyszerűen ugye ezeket tudják támogatni. És emellett egy nagyon jó ugye gerince alakult ki ennek a csapatnak. Ugye 14-15-16 évesek alkotják főként ugye ezt a csapatot, és hát ugye ez természetesen ugye az edzőnek, Vancák Attilának köszönhető, ugye természetesen a szülők is támogatják ezt, hogy sakkozzanak a gyerekek, és ugye azt, hogy országos bajnokságra járjanak, és ugye világversenyekre is, és így megvan az a fejlődési útvonal, fejlődési vonal, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki országos bajnok legyen, és hát a korcsoportjában ugye az a legjobbak közé tartozzanak. Tehát akkor szükséges a jó hozzáállású szülők, a tehetséges gyerekek, a kiváló oktató, aki független és sportállásban van, és mellette még az önkormányzat, illetőleg az anyagi fedezetnek a biztosítása, hiszen ez egyáltalán nem olcsó, természetesen nem olyan drága, mint némely labdajáték, annak a töredéke, ezreléke, tízezreléke, de társadalmi munkában nem lehet olyan szinten csinálnunk, mint mondjuk Borsodban, Miskolcon. Ez természetes, tehát ez egy alap dolog, hogy tehát van egy nagyon-nagyon jó ugye sportiskolai háttér, ami ugye nem csak az edzőt fizeti meg, hanem a versenyeket is. Tehát ugye van egy jó edző, de nem tudunk versenyre menni, mert annyiba, olyan sokba kerül, és olyan sok gyerek lenne, hogy ugye nem lehetne kigazdálkodni azt az összeget, hogy elmenjenek, akkor valahol megállna ez a folyamat is, és elhalna ez a fejlődési görbe is mondjuk a felénél. Itt én úgy gondolom, hogy itt nagyon jól összeállt minden. Még az lenne a kérdés, hogyha például csak mondok egy olyat, amire valószínűleg nem fog sor kérni, hogyha a DVTK egyesülne a kisbocsokkal és sportikusokkal, akkor egy fellegvár lenne Miskolcon. Ugye mivel ők még külön vannak, és valószínűleg nem fognak egyesülni, ugye így most két nagyon erős és nagyon jó sakkcsapat van Miskolcon, de ugye hát a hagyományok is másak. Tehát ugye NB1-es csapat volt nagyon sokáig Miskolcon, és megvannak régóta. Már a 40-es, 50-es években is erős NB1-es csapat volt. Igen, nagymester, ugye Bárcai nagymester Szili és Miskolcon. Tehát olyan hagyományai vannak Miskolcon a saknak, és az önkormányzat is felmérte, hogy egy olyan fantasztikus dolgot támogatnak, amivel ugye a mai világban a gyerekeket megfogják, gondolkodásra késztetik, ugye, és nem pedig idézőjelbe csak a számítógép előtt ülnek, ha bár ugye annyira ez a sakk már annyira a számítógépen is alapul, hogy ugye elengedhetetlen annak a használata, de ettől függetlenül maga a játék, és maga az, hogy a gyerekek egy olyan társaságban, olyan közegbe kerülnek, ahol egymásért küzdenek, gondolkodnak, előre számolnak, ugye természetesen, hogy is fogalmazzak finoman, tehát mindenféle fajta ilyen rossz dolog elkerüli a sakkot. Ez nagyon jó a sakknak is, és a gyerekeknek is. A gyerekek, a versenysakkozó gyerekek megtanulják, hogy az érvényesülésnek a módja nem az, hogy lájkokat gyűjtünk, hanem teljes egészében bevetjük magunkat, küzdünk, koncentrálunk, foggal, körömmel küzdünk, harcolunk, és az hozza meg az eredményt. Nem véletlen, hogy a sakkozó gyerekek az életben is sokkal-sokkal jobban érvényesülnek, mint a hasonló tevékenységet soha nem űző, agyukat nem tornáztató fiatalok. Tehát ha egyszer tudjuk, hogy az izmainkat edzeni kell ahhoz, hogy feszes és tehet legyen, az agyunkat is edzeni kell, csupán a lájkok gyűjtésével az agyunk még edzetlen és elpuhult marad. Igen. Amikor játszottunk a kisbocsokkal a parti szünetében, illetve parti után volt alkalma megszemlélni az ottani ifiknek az órarendjét. Hát amíg mi itt Szabolcsban, mert én is ugye oktatok sakkot, te meg főleg, egy fiatalnak tudunk heti két órát adni, vagy esetleg hármat, addig ott azért a miskolci fiataloknak azért heti 6-8 több, tehát jóval többszörös annyi órát adnak le a sakkmesterek, mint amennyit mi tudunk úgymond társadalmi munkába a gyerekeknek leadni.
Visszatérve az MB2 küzdelmeire, a harmadik fordulóban a tiszavasvári csapata a hajdúböszörményi Oroszlán Barlangba látogatott. Azért mondom Oroszlán Barlangnak, mert a böszörményi csapat mindig is rendkívül erős volt, magasabb szinteken is játszott, NB1-ben, korábban még NB1-ben is játszott a hajdúböszörményi csapat, és sok erős játékosuk van. Hát a papírformának megfelelően tiszavasvári nagyobb arányban szenvedett vereséget, 9-3-ra kapott ki, de volt természetesen ott is nyert parti. A nyíregyházi sakkiskola debreceni sakbarátokkal mérkőzött meg, az eredménnyel szám szerint talán elégedettek is lehetnénk, én azonban a saját csapatommal mégsem voltam olyannyira elégedett, többek között magammal sem. A nyíregyházi sakkiskola majdnem a legerősebb összeállításában állt ki a debreceni sakbarátokkal szemben, amely viszont több játékosát nélkülözte, mint a sakkiskola. A papírforma nagyarányú nyíregyházi sikert jósolt, mégsem következett ez be, mindössze 7-5-re tudtuk a nagyobb múltú debreceni sakbarátokat legyőzni. A győzelem szép-szép, de az arány az lehetett volna nagyobb is. Ez többek között nekem is köszönhető, hiszen én is vereséget szenvedtem a partiban. De ne csak beszéljünk a sakról, hanem műveljük is. Én úgy tudom, hogy Péter különböző szép partikkal készült a mai adásra, és szeretnélek megkérni Péter, hogy mutass be nekünk egy-egy szép partit az MB2 imént ismertetett küzdelmeiből. Tehát világosan Radics László doktor úr játszik Orbán Vasile Gheorghe ellen, aki ugye a hajdúszoboszlói csapatnak a vendégjátékosa, ugye Szatmár Németiből jár Szoboszlóra vendégjátékosuk, aki természetesen jól beszél magyarul, de mégis egy kiváló játékos. Világossal E4-jel kezdett László, E6-tal francia védelmet próbálta játszani sötét, D3-mal egy mellékváltozatot hozott, vagy mellékváltozatba választott, mellékváltozatot választott világos, amire D5 következett, és huszár D2-vel. Ugye ezt úgy szoktuk mondani, hogy a királyindiai támadás, tehát ugye francia védelemből átevezünk egy másik megnyitásba, amire huszár D7 következett, huszár F3-mal fejlődött világos, C6 következett. Ugye sötéttel ez egy igénytelen felépítés, a C8 futót bent hagyta, és ugye világos, nem azt mondom, hogy jobban áll, de Szabadabb játéka keletkezik. G3-mal folytatta, ugye ezt a futót szányra fejlesztük, futó D6 következett, futó G2, vezér C7, és D4-jel, ugye most kettőből léptük meg a D4-et, de sötét még nem fejlődött a G8 huszárjával, ugye most E5 fenyeget, ezért leütött E4-re a sötét gyaloggal, huszár üti E4-jel folytatta világos, huszár F6-tal fejlődött fekete, és huszár üti D6-tal, ugye megszerezte a futópárt világos, tehát itt visszaütött vezérrel, fehér gyakorlatilag megnyerte a megnyitási csatát. Elsáncolt világos, ugye fekete is folytatta sánccal, és C4-jel, ugye nagyobb térrel rendelkezik világos, és emiatt is jobban áll. Vezér B4 következett, ugye, és vezér C2-vel megvédtük ezt a C4 gyalogot, C5 következett, amire A3-mal megtámadtuk a vezért, és vezér B6-ra egy nagyon érdekes és nagyon-nagyon jó lépés következett, B4-jel kapcsolatban, ugye ez egy ilyen gyalog áldozatnak tűnik, de ha a D4-et vagy a B4-et ütnénk, akkor C5-tel vissza tudnánk zavarni azt a vezért, és nagyon-nagyon jól állnánk. Úgyhogy ezért C üti B4, ugye nem a D4-et ütötte le, ugye amire C5 jött volna, ezt visszaütötte gyaloggal. Ugye ezt nem lehet vezérrel ütni, mert futó A3-mal, ugye kötésbe lenne a B4 vezér és az F8 bástya, ugye egy nyársalás következne, úgyhogy ezért bástya E8-al kiment sötét ebből, amire futó D2 következett, huszár F8-al ugye nagyon passzívan
megpróbálja. Így is nyomasztó a térelőnye világosnak. Hát mondjuk ez egy jó védőlépés, meg is a C8 futónak D7-en keresztül próbálja meg a helyzetét megoldani, de hát itt már nagyon vissza vagyunk, és nagyon nagy térelőnye van fehérnek. Következett B5, ami nagyon jó lépés, futó D7, és bástya FB1 következett. Ugye a következő terv az huszár E5, C5, C6, tehát vezér C7, de sötét kiment a C5-ös tempóból, huszár E5 következett, amire huszár G6 érkezett, amire huszár üti D7, huszár üti D7, és futó A5-tel ezt a vezért visszább zavartuk C8-ra. Következett vezér B3, és bástya B8-ra pedig C5. És ugye ott C6-tal, majd meg D5-tel akarok jönni. E5, ugye megpróbálta centrumot szétszedni, amire futó B4 jött, és A6-ra most ugye felszedte a vezérszárnya C6, következett, és ha ránézünk, futó párnak az ereje irtózatos ebben az állásban. Leütötte a B gyaloggal a C6 gyalogot, visszaütött B-vel, huszár B6-ra, pedig D5-tel egy újabb szabad gyalog indult el. Hát most ugye D6, D7 fenyeget, az E4-gyel próbálta fehér tervét ugye megakadályozni, most D6 nincs, mert a C6 gyalogot le tudnám ütni. Betömte legalább a futónak az átlóját, de hát az sem egy csodaszer, mert... Egy fantasztikus áldozat jött, bástya üti a 6-tal, amire ugye vezér üti a 6 következett, és D6-tal ez a két gyalog megindult előre. Az a két gyalog minden szétver, az megállíthatatlan. Igen. Huszár F8-al próbálkozott védőfigurát hozni, és futó C5 jött, ugye a B6 huszárra akart rájátszani, és huszár C4-re pedig vezér üti B8, fantasztikus áldozat, bástya üti B8. Várjunk csak egy percet, menjünk vissza a 30. lépéshez, a futó C5, huszár C4-re. Igen. Futó és C5. Akkor itt mi lett volna, hogyha huszár BD7-et húzunk? Hát a huszár BD7 jött volna, szerintem az is egy érdekes lépés, hogyha leütöm a D7-et, de talán, hát ez most így hirtelen, ugye a C6 is ott van, és ugye, hogyha B3-ra ütök, akkor ugye esetleg E8-ra üthetnék, de akkor ő meg B1-re üt, az nem az igazi. Tisztázatlannak tűnik. A huszár D7, igen, az tisztázatlannak tűnik. Talán megint B8-ra kell ütni. És én azt hiszem, hogy nem csoda, hogyha sötét ilyen rossz állásban nem talál meg ilyen különös lépést, ami lehet, hogy veszít, lehet, igen, hogy az is veszít, minden esetre huszár C4, után az... hogy volt ez a vezér áldozat? Igen. Huszár C4, vezér üti B8, bástya üti B8, bástya üti B8, és vezér A1 sakk, futó F1, és huszár D2, mert majdnem fekete. Na itt mat fenyeget, ha most sötét jönne, akkor vezér üt F1 mat lenne. Csak fehér jött, és fehér egy gyönyörű bástya áldozattal, bástya üti F8-al, sok feladásra kényszerített. Feladta a sötét, hogyha a király visszaütötte volna a bástyát, akkor D7 felfedése sakk a futótól. Királya vissza kell menni G8-ra, és D8 vezér matra érkezett volna. Ez egy igazán Radics doktorra jellemző vezérád, bástya is vezéráldozat volt. Lacinak ilyen a stílusa. Áldoz idősebb kora ellenére nagyon jó taktikus, és minden lépéséből az árulkodik, hogy ízig-vérig a kombinációk és a taktikus játék szerelmese. Én is csak gratulálni tudok ehhez a partihoz. Kedves nézőink, remélem önöknek is tetszett ez az igen érdekes és intuitív parti. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!